A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 26-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Somos Ákossal, az Örökségcsoport rendezőjével, majd ellátogatunk Cserta Gábor születésnapi koncertjére. Most tehát következzék Somos Ákos. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, a Paletta magazin mai vendége Somos Ákos. És hát nem sportról fogunk beszélgetni, sokkal inkább egy fantasztikus kötetről, Alkalmáté trupp, érveboncolás közönséggel, Gyárfás Dorka és Somos Ákos nagyszerű kötete, mégpedig egy olyan osztályról, közben köszöntöm Somos Ákost, itt szervusz! Szia! Aki 2003-ban végeztek, Máté Gábor osztálya, ez az Alkalmáté trupp, és egy fantasztikus osztály lehetett. Mondom ezt azért, mert hogy bár kevéssé ismerjük őket már, mint én, de 2007-től több mint 10 évig, pontosan 14 évig fantasztikus olyan előadásokat produkáltak a Zsámbéki rakétabázison, utána a Jurányi inkubátorházban, ami azt hiszem, hogy minden kortárs színházrajongó számára nagyon fontos. Honnét jött a gondolat, hogy egy interjú kötetben foglaljátok össze ezt a legendás osztályt? Annál is inkább kérdezem, hiszen ez egy olyan könyv, amit azt hiszem, hogy minden színházrajongónak ajánlanék. Annál is inkább egy olyan neves fesztiválon mutattátok be, ahol ugye ott volt Szabó T. Anna, Nádas Péter, Háj János, Romsics, Szentesi Éva, Péter Fibori és a többiek. Ez a könyv, ez az Alkalmáté trupról szól, amit ugye egy saját maguknak adott név volt, könyvben kiderül aztán, hogy honnan jött ez. Máté Gábornak a valóban 2003-ban a színművészeti főiskolának, akkor még úgy hívták, végzett osztálya 14 színész, akik gyakorlatilag már a diploma utáni első évben nyáron összejöttek az egész osztály, hogy közösen létrehozzanak ott Zsámbékon egy ilyen helyzetgyakorlatokból saját maguk szerkesztette játékokból álló produkciót. És innentől kezdve minden évben ezt megismételték, és aztán a negyedik évre találták ki, hogy innentől kezdve minden évben az egyikük életét fogják feldolgozni. Minden évben kisorsoltak egy embert az osztályból, és tudták, hogy a következő évben az ő nevével a címben létrejön egy életszínház, egy autobiografikus színház, ami annak a színésznek az életét dolgozza fel. És ők erre úgymond ilyen vérszerződéses fogadalmat tettek, hogy ezt 14 éven keresztül végigcsinálják. De Járó Zsuzsa volt az első, akit kihúztak, és onnantól kezdve minden évben az egyiküket, és hát nem 14, hanem 15 év lett, mert a Covid miatt ugye az utolsó előadás, Jordán Adélé egy évet csúszott, és amikor ez már lehetett tudni, hogy ennek vége lesz, hiszen ez az első perctől kezdve nyilvánvaló volt, hogy ez egy véges sorozat lesz, amikor elfogynak a nevek, akkor vége lesz, akkor gondoltam én arra, hogy ezt a sorozatot, amiről sajnos semmilyen nyilvános felvétel nem készült, ez egy egyszeri, minden nyáron 5-6-szor játszott, és aztán soha többé sehol nem látható előadások voltak, hogy ennek valamilyen módon emléket kell állítani. És nyilván úgy gondoltam, hogy nem csak azért, hogy elmeséljük, hogy milyennek voltak olyan előadások, amiket már senki nem lát, mert ez önmagában talán nem szólna a mának, hanem hogy ezeket az embereket, ezeket a fantasztikus színészeket, és Máté Gábornak a színész pedagógiáját, az egész színházi módszerét, azt a felfogást, amire ez a sorozat is alapul, azt megismertessük nagyon sokakkal. Így ez egy interjú kötet lett. A 14 színész, akik közül egyébként van már, aki nem színész, hiszen Gál Kristóf, akit most már ugye a rendőri szóvivőként ismerünk a pandémia idején, többet szerepelt, mint bármelyik színész kollégája, de ő is végigcsinálta ezt a sorozatot, illetve van köztük olyan, aki pedig nem aki kiszállt ebből magából az Alkalmáté trupból időközben, de ők is benne vannak, plusz a Máté Gábor, illetve néhány olyan résztvevő ennek a sorozatnak, akik a zenében, a jelmezekben, a díszletekben közreműködtek.
Úgyhogy így alakult ki ez az interjú kötet, és hát nagyon remélem, hogy nagyon nagy élményt jelent. Ez rendkívül intim, ahogy olvasom, és bensőséges hangulatú az előadás is, és ráadásul a kötet is nyilván ilyen. Melyek voltak azok a különleges pillanatok, amelynek mentén itt tulajdonképpen egy portrét, illetve a maga az alkotások megszülettek? Mindig abból indultunk ki, amit az előadásban láttunk. Amikor leültünk az adott színésszel interjúzni, Gyárfás Dorkával, akinek a nevét természetesen kötelező megemlítenem, mert nem csak a szenzációs szerzőtársam volt, hanem nagyon jó barátok is lettünk, és szinte végig ugyanúgy gondolkoztunk az egészről, és a Dorka maga érzékenységével nagyon jól tudta terelni ezeket a beszélgetéseket. Szóval amikor leültünk, akkor ugye az volt, hogy mi megnéztük ezeknek az előadásoknak a színészeknél, illetve az Orlai Tibornál meglévő nem nyilvános felvételeit, és az alapján már ugye volt köztük nyilván olyan is, amit már láttunk élőben, azok alapján beszélgettünk, kérdeztük. Soha olyat nem kérdeztünk egyikőjüktől sem, ami nem volt benne az előadásban. Nagyon sokat meséltek az életükről, a családjukról, a főiskoláról, a magánéleti problémáikról, de mindig az előadások mentén. És ugye magában az alkalmát és sorozatban is megfigyelhető volt a rajongók számára egy, hogy úgy mondjam, ilyen nagyon komolyodó vagy komorodó vonal, mert ahogy távolodtunk a főiskolától időben, hiszen az utolsó nevek azok már 13, 14, 15 évvel a főiskola után kerültek ki a kalapból, úgy egyre inkább előtérbe kerültek az egyéb problémák, és pont a Gál Kristóf előadásától, aki teljes egészében gyakorlatilag az akkori nagyon komoly életközepi, magánéleti válságát szerette volna valahogy kezelni, terápiaként kezelni ezzel az előadással, áttevődött a hangsúly megfigyelhető módon ezekre az életproblémákra, és egyik másik előadás tulajdonképpen ilyen, majdhogy nem ilyen kortárs drámaként is önállóan önmagában megállja a helyét. Tehát kulcsfontosságú pillanatokról esett szó bulvár nélkül. Igen. Hisz ez annyira bensőséges két ember kapcsolata ilyen értelemben, hogy azt hiszem, hogy ezt méltán lehet így lekövetni. Igen, és ugye ne feledjük el azt, hogy azért színészekről van szó, tehát egy nagyon szerencsés helyzet, mert ők már a főiskolán ezt a módszert tanulták a Máté Gábortól, ezért is szerettük volna ezt megörökíteni, hogy tulajdonképpen diákként tanulták azt, hogy a saját életükből fogalmazva készítenek jeleneteket. És ebben az alkalmát és sorozatban is ez történik. Nyilván vannak olyan részei a magánéletüknek, amikről nem akartak beszélni, és azokat nem vették be az előadásokba. De ami belekerült, olykor egészen súlyos dolgok, azokat viszont ugye úgy tudják kicsatornázni, hogy színész aggyal gondolkozva, vagy rendezői aggyal, mert van köztük olyan, aki azóta már rendező lett, azonnal átformálják játékká, színházzá. És ezért csodálatos ez a sorozat, és ezért páratlan, mert életszínház olyan, mint egy pszichodráma, csak közben sokkal magasabb, elemeltebb szinten. Segítségedre volt a színházi tapasztalataid? Maga a színház rendező, színház vezető tapasztalat? Hát olyan értelemben talán igen, hogy nyilván beszélgettem már sokszor színészekkel, ismerek szerencsére sok nagyszerű színészt, és nem teljesen, vagy nem csak rácsodálkozó nézőként kérdeztünk a Dorkával. Ugyanakkor én nekem az egyik motivációm volt, amikor ezt a kötetet kitaláltam, hogy legyen, hogy én tanulni is szeretnék tőlük. Tehát egy csomó mindent meg szeretnék tanulni, vagy megtapasztalni arról, hogy ez nekik mit jelent. Úgyhogy ilyen nagyon nyitottan és nagyon nagy rácsodálkozással fogadtam mindent, és mondhatom, hogy a legnagyobb élmény számomra nem is az végül talán, hogy ez a könyv elkészült, hanem hogy ezek a nagyszerű színészek milyen elképesztő nyitottsággal, őszintességgel és barátsággal nyíltak meg nekünk. Azt hiszem, ez mindenképpen jövőben mutató, mint ahogy és megérkeztünk a színház rendezői, színészi voltothoz, hiszen nagy örömmel olvashattuk, azt hiszem, hogy sokan olvasták, és ez csak megerősítette, hogy Székesfehérváron rendkívül fontos szerepe van a színjátszásnak, és itt most egyáltalán nem a Vörösmarty Színházra gondolok, hanem a Szabad Színházra, és természetesen az Örökség csoportra is.
mert hogy a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Találkozón fantasztikus sikereket értetek el, színészként, rendezőként is, hiszen az Örökség Svekje Mihály darabja, amelyet egyébként már mi is bemutattunk a Paletta magazinban, azt hiszem, hogy megint bizonyította, hogy milyen az a darab, amely megszólít jószerivel mindenkit. Beszéljünk egy kicsit a színházrendezői dolgaidról, hiszen amikor elkezdted, és én nagyon is jól tudom, hogy ez már régen volt, akkor gondoltál volna arra, hogy kiteljesedsz ebben? És ráadásul olyan szinten, amit most megtapasztalhattunk az elmúlt időszakban? Nem gondolkoztam ezen. Én nagyon-nagyon régen tanultam valamikor ugye színészetet és színházat, 30 évvel ezelőtt, és aztán nagyon sokáig nem ezzel foglalkoztam. Most az elmúlt években tényleg valahogy úgy alakult az életem, hogy rájöttem, hogy nekem egyszerűen hiányzik ez, és kell ahhoz, hogy magamat teljesebbnek érezzem. És több fronton is szerencsére erre van lehetőség, mert a Teleki Blanka gimnáziumban vezethetem a diák színpadot, szenzációs élményeket ad ez nekem, és talán mondhatom, hogy a gyerekeknek is. Illetve hát van ez az amatőr színházi vonal, amit meg azért kezdtem el, mert megtaláltam ezt a darabot, konkrétan a Svekjének ezt a darabját, amit annyira húsba vágónak, erősnek, szinte önmagát sikerre ítéltnek láttam, hogy szerettem volna, hogyha egy csapat ezt valahogy színpadra állítja. Nem tanultam színházrendezést, nem voltak különösebben nagy tapasztalataim, ugye önálló műsoraim voltak előtte, de hát szerencsém volt ezzel a társasággal. Ugye a Szabad Színház Nagy Juditéknak a hosszú évtizedek óta nagyszerűen működő együtteséből sikerült remek színészeket elhívni. Ne hallgassuk el azt sem, hogy azért a Prospero színkör is ott volt Vasváron, akik szintén kaptak díjat, a Péntek Három Teátrumnak szintén most volt bemutatója, tehát Fehérváron egy hihetetlenül erős, aktív, pezsgő, amatőr színpadi élet van. Nagyon nagy igény lenne, teszem hozzá, hogy ennek egy megfelelő teret is adjon valahol a város, de hát ezt nem tudom, hogy ez mikor fog megvalósulni. Ez a Vasvári Fesztivál pedig tulajdonképpen egy ilyen beteljesedés volt, mert minden, amit én ezzel a darabbal és ezzel a csapattal szerettem volna elmondani és megmutatni, az most úgy éreztem, hogy tulajdonképpen abszolút megértésre talált a zsűrinél, és nagyon nagy szeretettel fogadták, úgyhogy nagyon örültünk. Ákos, itt visszaköszön egy régi gondolatot, hogy és már tudom, a színház akkor igaz, ha él, nem technikailag, hanem lelkileg. Ugye ez a merlines gondolat, és itt visszaköszön Jordán Tamás is, ugye bár, mert ugye te azt mondtad, hogy a Merlin életem egyik legmeghatározóbb éve volt, teljesen átértékeltem magam gondolkodásban, látásmódban és ízlésben. Ez volt az a 30 évvel ezelőtti élmény, amiről az előbb meséltem, hogy amikor Jordánéknál tanultam egy tényleg rövid ideig csak, de az ilyen szempontból valóban nagyon megváltoztatott, és én utána, amikor elmentem egyetemre, magyar szakra, ott sokáig csináltunk amatőr színpadot, viszont utána jött ugye a másik pálya, és aztán két évtizedig gyakorlatilag szinte semmilyen élmény nem volt. De valóban igazad van abban, hogy én azt gondolom a színházról, hogy akkor jó, hogyha él, és hogyha őszinte, és itt összeköthetem a két témát, ugye az Alkalmáté Társulatnak a tagjaival is, a legfontosabb tapasztalat az a önmagukat sem kímélő őszinteség, amivel beszélnek, meg amivel a színházhoz viszonyulnak, és azt gondolom, hogy nekünk az Örökségben is, amatőrként a magunk eszközeivel azért sikerült díjakat nyerni, vagy azért szeretik a nézők az előadásokat, mert hát igen, ez a fajta kemény őszinteség, valahogy ezt próbáljuk képviselni. Megerősítést jelentett neked? Abszolút. Hiszen az Örökség sikerét Székesfehérváron is tetten érhető volt, és most pedig kilépve, ráadásul én azt gondolom, hogy a Teddyvel elért eredmények is megerősítenek. Igen, az Örökségről annyit, hogy ugye volt itt most Vasváron két olyan zsűritag az egyébként öttagú zsűriben, ráadásul nem is akárkik, Regős János és Szűcs Kati, akik
nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek színházilag, akik már Balassagyarmaton februárban, ahol szintén szerepeltünk a fesztiválon, ott voltak a zsűriben, ott is kaptunk külön díjat, és ráadásul Asher Tamás, aki számomra a világ talán legfontosabb színház rendezője, ő is nagy elismeréssel beszélt rólunk, de ott azért ugye megfogalmazott a kritikai észrevételek is még a produkcióval, ami nem volt akkor igazán készen még, vagy talán nem volt még annyira jó az az előadás. És most Vasváron a Regős és a Szűcsköt is nagyon nagy örömmel nyugtázták, és mondták, hogy ők azt is látják, hogy mindaz, amit ott akkor észrevételeztek, azt mit beépítettük, megfogadtuk, és hogy ettől még jobb lett, és ezért tudtuk most ezt megnyerni. És ez nekem egy óriási, szakmailag egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés volt. Mint ahogy valóban, ahogy mondod, az, hogy a telekis diákszínjátszókkal is aranyminősítést nyerünk, hogy sok helyre meghívják őket, hogy a gyerekek saját energiájukat nem kímélve dolgoznak ebben, kicsit a saját életükből is beleraknak. Ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok. Ezek semmilyen módon nem manifesztálhatók anyagi vagy gazdasági, vagy nem tudom milyen szempontokból egy városnak az értékrendjé vagy életébe, de szerintem mégis nagyon fontosak. Egyetértek. Hogyan tovább? Hát az örökséget azt én nagyon-nagyon szeretném, ha minél több helyre el tudnánk vinni. Ezt már beszéltük a társulattal, hogy most jönne talán az az idő, amikor tényleg egybefort ez az egész, hogy megmutatni, és szerencsére voltak is jelzések az országból, különböző helyekről, meg a Regős János is ígérte, hogy van ennek befogadása, még tehát nagyon sok helyre el lehet vinni, ez egy 60 perces darab, bárhol meg el lehet játszani. Szeretnék elkezdeni majd egy új darabot, részben ezzel a csapattal. Itt mindig a feltételrendszerekre kell visszatérnünk, amire most nincs idő sajnos beszélni, hogy milyen lehetőségek adottak, hely, idő elsősorban letekintetben, de szeretném, hogyha jövő ilyenkorra esetleg összejönne egy új bemutató, és a diák színpadot az pedig, hát ameddig az energiáim engedik, teljes szívvel szeretném tovább csinálni. Történjék így, és még köszönöm. Egyszer gratulálok a teljes társulatnak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Vörösmarty Társaság szervezésében köszöntötték Cserta Gábort, a kiváló énekes dalszerzőt 70. születésnapján. A Kossuth utcai rendezvényen ott volt a székesfehérvári irodalmi élet színejava. Mennyi rongybábú rázza itt a rongyot? Zsúfolásig megtelt barátokkal a Kossuth utca udvara. A meghívottak a Gyöngyöm Gyöngyvirágom című szerzői esten Cserta Balázs és Takács László társaságában köszönthették Cserta Gábort, a Vörösmarty Társaság legendás dalszerzőjét 70. születésnapján. Az énekelt verseket, a Vörösmarty Társasággal szervezett közös rendezvényeket, a népzenei fellépéseket Székesfehérvár Pro Civitate emlékéremmel ismerte el, míg a Cserta család 2017-ben vehette át a város egyik legrangosabb elismerését, a Pro Kultúra Alba Régia díjat. Felhőcske Isten homlokán, így szálltál el te csepp anyán. Veled lett gazdagabb az ég, s enyém maradt a veszteség. Azt, hogy ez ma este legyen, Boboli Zoli találta ki. Nem győztem ellene tiltakozni, hogy Zoli, ne csináljuk, nem kéne. Nem vagyok én akkora formátum ember, jóval nagyobb embereknek szoktak ilyeneket szervezni. Végén sajnos hagytam magam rá beszélni. Ugye itt van nagyon-nagyon sok barátod. A barátság mit jelent neked? Hiszen tudjuk, hogy a költők barátait, hiszen nincs olyan fehérvári költő, akinek a versét nem zenésítetted volna meg, de azért itt van mindenki, aki tisztel és szeret téged. Hát ugye a vers megzenésítés az egy érdekes történet. Akkor ér valamit, ha az ember a verset ki tudja a mondani valóját domborítani a versnek. Na most ez ugye úgy szokott lenni, hogy ha nem fehérvári költők vannak, jön valaki valahonnan Pestről vagy valahonnan, akkor mindig van egy helyi ügyeskedő, ezt szoktam mondani. Van itt egy ember, aki egy-két verset megzenésítene. Na jó,
egyefene zenésítsen, és akkor ott ugye az ember egyet az elejére, egyet a közepére, egyet a végére. Na most ebből többnyire egy meg szokott maradni, ami úgy repertoárrá válik. Na most hát ez a 30 év alatt, 35 év alatt összejött ebből olyan 100 körüli. Nyilván valamivel az ember nem áll elő. Most visszatérve a fehérváriakra, hát a fehérváriaknak arányaiba több van, több esemény is volt, több könyvük is jelent meg, úgyhogy tulajdonképpen olyan nagyon nagy, nem akarok sértő lenni a fogalmazásba, de azt szoktam mondani, amikor a közönség és a zenekar egymásra talál, na körülbelül a versek, meg én ugye egymásra találunk. Tehát olyan, talán olyan nagyon nagy, tehát nem olyan veretes versek, meg az én zenésem olyan nagyon veretes. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha megnézzük, a családod is egy olyan család, amely összetartó, egy igazi, fantasztikus közösséget alkottok. Ők milyen gondolatokkal köszöntöttek? Hát még nem köszöntöttek, még fognak köszönteni. Valójában nekem egy hét múlva lesz a születésnapom. Tehát ma egy kicsit koraszülött vagyok, csak a dátum miatt lett, az Oliva ezt a dátumot találtuk ki, de én július 18-án születtem. Elég nehezen születtem meg, ugye ennek hosszú a története, azóta is van egy kis klausztrofóbiám. A bátyám szokta mindig mesélni, és érdekes módon ma reggel a bátyám is fölhívott. És mondtam neki, figyelj, emlékezzél már, hogy nem ilyenkor szoktál megköszönteni, de hát ezzel a sok híradással ő is megkeveredett. De, tehát még a család nem köszöntött meg, ezt meg kell, hogy mondjam. De boldog vagy? Én persze, állandóan, folyamatosan. Tehát az életnek, a létnek folyamatosan örülök. Mai évként elég sok édesanyás ének fog elhangozni, mert az embernek születésnapján mindig, valójában mindig az jut eszembe, hogy ilyenkor nem az embert, nem a magát kell ünnepelni a születésnapost, hanem az édesanyját kéne ünnepelni, akinek életet adott. Gábor társa, lelke Jobbik fele, gyermekei édesanyja is kivételes pillanatként élte meg az ünnepet. Nagy izgalommal készültünk rá, hiszen nagyon csodálatos dolog, hogy ünnepség van, és hogy a Vörösmarty Társaság megtiszteli a Gabit a sok-sok munkája kapcsán ezzel az ünnepséggel, és nagy örömmel készültünk, hiszen nagyon jó együtt lenni, és szép dalokat, verseket hallgatni. Derű az Isten homlokán, te voltál az te cseppanyám, mikor lángolt a napsugán, érezted minden kicsiét, csak akkor volt szíved nehéz, ha a felhő közt eltűnt az ég. Balázs a fiú számára az édesapa nem csak példa, de példakép is, aki megadta az indíttatást zenei pályája kiteljesedésére. Furcsa, hogy ilyen gyorsan eltett ez a 70 év, ugye én nem végig a 70 év alatt voltam ugye vele, hanem csak az elmúlt 40 évben. Hát valóban tanulságos, minap épp végig gondoltam, hogy hány éve muzsikálok vele, illetve milyen események voltak a család életében, és hát nagyon jó visszaemlékezni, és abban bízom, hogy ez még egy 10-20-30 évig így lesz. Mint semmi az, ki minden lenni nem vágy, kis lelkű szolganép és gyáva por, de te, akit gyötör az égi bombágy, tűr ki por létezik korlátaiból, hall meg a szellem riadója szól, tört szét a régi formát, így van ez jó. Lelki szolganét és gyáva por, tör ki por létezik korlátaiból. Az est szervezője Bobori Zoltán és a Vörösmarty Társaság tagjai is sokat köszönhetnek Cserta Gábornak, hiszen a megzenésített versek egy új attitűdöt mutatnak a költészet barátainak műveikről. Ha van szolgáló ember, önzetlen szolgáló ember a kulturális életben, az a Cserta Gábor. Nem is tudom, hogy kezdődött a mi barátságunk, ez a több évtizedes barátság és együttműködés, és mondhatom talán azt, hogy szolgálat, de nagyon, nagyon régen, és felejthetetlen élmények
jellemzik ezt a több évtizedet, felejthetetlen együttműködés, mondhatom azt is, hogy alkotás, és hát szolgálat. Még egyszer mondom, hogy azt hiszem, hogy a város közéletében, közművelődésében ilyen módon szereplő ember kevés van, aki ilyen önzetlenül és ennyiszer áll mindenki rendelkezésére, az irodalom és a zene szolgálatában, és hát még egyszer a város érdekében. Meghatott vagyok, bevallom most, pláne így, hogy ennyien eljöttek Gábor köszöntésére. Jó Isten megkegyelmezett nekünk, ragyogó idő van, és hát kérjük is, hogy sokáig legyen még Gábor velünk. Balajti Ferenc a költő, a barát, nem csak a zenészt, de az embert is tiszteli Gáborban, aki évtizedek óta szolgálja a közösséget. Egy mondat magamról, mikor 70 voltam, nagyon szép volt. A Cserta meg a kutyasétáltatással kezdtük, gyerekversekkel, és azóta is a szívemhez nőtt egy aranyember, ilyen több a földön nincsen. A barátok sorába tartozik Bakonyi István is, aki számára fenséges igazságot rejt a dalok évtizedes megjelenése. 4 évtizede ismerjük egymást, és én nem sokszor használom azt a szót, hogy barát. Vannak barátaink, akik sokszor használják ezt a szót, hogy barát, barátság. Én meg nem, de a Gábor számra kivételt jelent. Annak idején kétségkívül itt valahol talán az építőknél hozott be minket össze a sors, amikor 1984-ben szerveztünk egy tisztatáj estet, és úgy emlékszem, hogy a Gábor azon itt volt. Később aztán egy közösségbe is tartoztunk, és nem csak a vers megzenésítései, hanem azok a egyházhoz kötődő hídvéri dalai is fontosak voltak számomra, amelyek én azt hiszem, hogy neki is rendkívül fontosak voltak az életében. Mondjuk tőle hallottam először Síje Jenőnek a nevét, aki úgy teszik a keresztény könnyűzenének egy kiváló képviselője. És még azt szeretném hozzátenni, hogy sokszor dolgoztunk együtt, sok vers megzenésítést kértem én is tőle különböző rendezvényekre, és még azt teszem hozzá, hogy egy olyan ember, akire mindig minden körülmények között lehet számítani. A bensőséges hangulatú ünnepen a visszatekintés csodapillanatai ötvözve a barátság, a szeretet és a magasrendű szakmaiság szülte dalokkal megerősítést jelentett minden résztvevőnek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.